Tudják önök, hol van az Erzsébet híd? Nyilván erre a kérdésre sokan rávágják a választ Budapesten, de mi most nem erre a hídra gondolunk, hanem a Komáromi Erzsébet hídra, amelyet 1892-ben adtak át a forgalomnak. Ez már jó régen volt. Az azonban egy friss történet, hogy 19. alkalommal rendezték meg idén Komáromban a Komáromi Napokat. Magyarok és szlovákok egyaránt ünnepeltek Dél, illetve Észak-Komáromban is. A Battántúl adásában most ezt az ünneplést mutatjuk meg önöknek. Tartsanak velünk! Az idei jelmondatunk is az, hogy fesztivál határok nélkül. És az idei jelmondat ez, de tulajdonképpen már 19. éve úgy szervezzük a Komáromi Napokat, hogy a szlovákiai Komárommal, Komárnóval, aki nekünk testvérvárosunk, mi egyébként itt helyben Észak-Komáromnak nevezzük, velük közösen szervezzük a programokat. Battántúl! Miután megnyíltak a határok, sokkal könnyebb átjönni egyik rendezvényről a másikra. Elmondhatom, hogy mind magyar félről is nagyon sok látogató van az északi programokon, illetve onnan is jönnek át a magyar programokra. Számos civil szervezet segítette a munkánkat, így például a Magyarok Dalszínház számos produkcióval lépett föl, illetve segítségükkel szerveztük, nyitottuk meg idén a Dunai Bástya programjait. Ezen kívül idén nyílt meg a Borsétány is, ami szintén egy helyi vállalkozó kezdeményezése. Battántúl! Battántúl! Ez a monostori erőd, ahol most vagyunk, ez az erőd 1870-ben épült. Tulajdonképpen a komáromi erődrendszernek az egyik tagja. Komárom arról híres, hogy itt egy olyan erődrendszer épült az északi oldalon, az 1848-49-es forradalmi szabadságharcot megelőző időszakban, a déli oldalon pedig három erőd épült az 1800-as évek végén. Egy olyan erődrendszer, amelyikben 200 ezer katonát tudott állomásoztatni az akkori katonai vezetés. És ez az erőd, ez én úgy gondolom, hogy mindenki számára érdekesség, különleges, tulajdonképpen Közép-Európának a legnagyobb ilyen jellegű földsánc erődje. 152 mm átmérő D20-as típusú ágyú tarack alatt állok, ez a Magyar Honvédség kötelékébe tartozott, és többek között ez is megtalálható itt a monostori erő területén, a Magyar Honvédség különböző fegyvereiből összeállított tárlaton. Na hát ilyenjük még a római katonáknak annak idején nem volt, de volt sok minden más fontos fegyverük, amiket most meg is mutatnak önöknek. Melyik légió pontosan, és egyáltalán mi most a feladat? Hát amit itt lehet látni, az a Komáromban állomásozó Légió Brigéció nevezetű egyesület, ami a római időkben a szőny területén található táborban élő római katonák életét próbálja megmutatni. Ez a Brigéció, ez honnan? Ez egy róma, ez igazából eredetileg kelta eredetű név a Brigéció, Breg, ez egy magasített, erődített települést jelentett, ahol később a rómaiak építettek egy tábort, egy kőtábort, egy állandó légió alakulat állomásozott. És akkor nekik az életüket próbáljuk megjeleníteni, valamilyen szinten megmutatni azt, hogy milyen is lehetett a római katonák élete. És milyen volt? Nehéz. Rettenetesen nehéz. Sok felszerelést kellett cipelni, sokat kellett harcolni. A tiszteket el kellett tudni viselni, például a centúriókat. Hát akkor ez nem egy hálás szerep centúriónak lenni itt a légióban. Nem ez a legkönnyebb szerep igazából, mert az én dolgom a legkönnyebb, mert nekem csak dirigálni kell, a többiek meg engedelmeskednek. Maikor akkor például mátrika, és ez is egy fontos kapcsolódási pont az életében, ha jól tudom. Igen, mivel Százhalombattai lakos vagyok, fontos, valóban fontos. Mikor költözött Battára? Azt hiszem 2002-ben. És ott tudják önről, hogy római kor fan? Nem tudják rólam, igazán annyira nem folyok bele a városi életbe. Szívőben mivel foglalkozik, azt elárulja? A finomítóban dolgozom. Sok érdekességet tartogat a Légió Brigéció állomás helye,
De ami talán nagyon fontos, az az a szent hely, ahová most érkeztünk, ahol egy sárkány is magasodik az ég felé. Mitől szent ez a hely, és miért? A szentsége attól származik, hogy maga oltárkövet állítottak a katonák, az, hogy magának az alakulatnak, a kisebb alakulatnak, a centúriának a géniuszára, ami azt jelenti, hogy tehát a lelke az egész társaságnak, és ennek oltárkövet szenteltek, és mellette látható egy úgynevezett drákó, ami a késő római hadseregre jellemző volt, amikor hát a korábbi jelvények, a szignumok meg a vexillumok eltűnnek, és akkor a sárkányok veszik át a szerepét, amit a szarmatáktól vettek át, mert hát a rómaiak szeretnek így dolgokat átvenni és saját magukra formálni. Mit csinált egy római katona, amikor nem kellett harcolni? Akkor dolgozott, rettenetesen sokat dolgoztattak, mert a koncepció az volt, hogy vagy kiképzés van a katonának, vagy háború van, hogyha ez nincs meg, akkor dolgoztatni kell, tehát foglalkoztatni, mert különben lázad. Bocsánat, a nagy küzdelemben azt kérdeznénk, hogy kedves férje csatában? Igen. Hogy van most a férje? Hol van? Amint látom, egészen jól, a bordó tunikában van ő. Izgul? Nem. Az hogy lehet? Ügyesek. Botán túl! Jó napot kívánok! Ne haragudjon, hogy zavarunk. Igen. De hát nagyon érdekes dolgok vannak a standján, kézzel készült natúrszappanok. Nem hogy dekoratívak, hanem hát egyszerűen étvágygerjesztőek. Egyikről a másikra azt mondja az ember, hogy sütemény. Igen, igen. Hát ugye a látványra itt különösebben a reklám, ez az elsődleges célunk, hogy olyan dolgot csináljunk, ami fölhívja a figyelmet magára, oda vonza a szemet. Gyümölcskenyér formába öntjük ki a szappanokat. Amikor kifőztük a szappant, bekevertük a növényi hatóanyagokat, akkor másfél kilós tömböket öntünk gyümölcskenyér formába, és azt kézzel 12 darabra vágjuk föl. Törekszünk egyenlő darabokra vágni, ez a kézi munka része benne. Kisebb főzeteket, tehát nem nagy, több száz literes üzemi megoldás ez, hanem tényleg házilagos kézi eljárás, és így adjuk meg ezt a formáját a szappanainknak. Igen, itt ebben például sárga nínyét, vagy barackot látok, meggyes süteményt, abban kuglófot. Na most azon túl, igen, hogy dekoratívak, és hogy nagyon egyediek, mitől előnyösebbek a hagyományos szappanoknál? Igen, egyrészt maga a szappanfőzési eljárás egy speciális úgynevezett kíméletes eljárás, másrészt pedig az alapanyag és az összes hozzáadott anyag is kizárólag növényi alapú anyag. Nem használunk a gyártás során semmiféle hulladékanyagot, állati eredetű zsiradékot vagy anyagot, illetve nem használunk ipari mesterséges színezéket, aromákat, mind a természetnek a anyagait. A szappant azt növényi zsiradékból főzzük, tiszta nátronlúggal. Így egy rövidebb idő alatt jutunk el a szappanig, és amikor még képlékeny, folyékony, de már visszahűlt annyira, hogy nem károsítja a magas hőfok a növényi hatóanyagoknak a jótékony tulajdonságait, akkor keverjük hozzá a különböző olajokat. Szaladjunk végig akkor egy picit, igen, a palettán. Anélkül, hogy itt végig mutogatnánk, tehát mik vannak most itt a standon? Itt a standon levendulaolajos szappan, körömvirágos, ez a sárga, csokimentás, kubebaolajos, gerániumolajos és mézes zablisztes szappanunk van, illetve fahéjas mákos. Battántúl. Mindenkinek ajánlom a Battántúl előadását. Általában szerintem ez úgy van, hogy ami itt most itt láttok, narancssárga autót, azokat általában a Robi építi, aki most ott a trailernél dolgozik. És különböző off-road versenyeken indulnak ezek az autók? Igen, igen. Ezzel voltunk tegnap versenyen. És merre felé? Lettünk. Nyulon. És lemaradt, hogy hány diklóitet lettek, bocsáss meg. Hányit kuplettek? Elsők. Az nagyon szép eredmény. Hogy sikerült? Igen? Én vagyok a navigátor, és ez volt a harmadik versenyünk.
és mind a három kupás volt. Hát gratulálunk. És mi a feladata a navigátornak egy offroad autóban? Egy offroad autóban én dirigálok. Én mondom meg, hogy merre kell menni. Üha. Csörlözni, stb. És kibírni ezeket a pilótákat. Mondj egy ilyen tipikus itiner sort. Itiner sort, hát, mit tudom én, 350 Y balos, 250 T jobbos, 150 kereszt egyenes, és így tovább. És hogy viselik azt, hogy dirigálsz? Hát nehezen. Idegesek szoktak lenni? Nagyon, nagyon idegesek. Ilyen vérre menő versenyek ezek. És mit szoktak mondani, mikor idegesek? Azt nem bírja el a kamera. Te mit szoktál ezekre válaszolni? Semmit. Elképzelhetőnek tartod, hogy annyira kedvet kapsz a volánhoz, hogy ott is maradsz és átülsz a jobb első ülésről a bal elsőre? Nem hiszem. Nem hiszem. Egyébként az autó paramétereiről mit kell tudni? Sajnos én nem sok mindent tudok róla. De jó, erős, húz. Nagyon erős motor van benne, hát azt láttátok. Iszonyú jó csörlökkel van felszerelve, tehát ha itt csörlözni kell, akkor azt úgy húzza, hogy öröm nézni. És azért ez nagyon nagy előny a versenyeken. És ha mondjuk elakadtok és szükség van a csörlőre, akkor ki okol kit? Hát mindig a navigátor a hibás mindenért, és mindig őneki kell kiszállni az ilyen helyeken. Ha eddig érő sár van, akkor is. Most melyik akadályt célozzuk meg? Megint felmegyünk erre a dombra, és utána le abba a gödörbe, jó? Ha. Mire kell ilyenkor nagyon figyelni? Az, hogy szemből menjünk neki a dombnak mindenképpen. A kerekek egyenesbe legyenek, tehát még véletlenül se legyen keresztbe, mert akkor orra állunk. Látod, ez még nem is jó. A tetején meg kell fékezni, hogy meg ne induljunk, és utána meg kell engedni szépen. Ez neked rutin feladat? Én nem szoktam vezetni, úgyhogy nem rutin feladat. Hát ahhoz képest? Sokat ülök a jobb oldalon, és azért már úgy sok mindent láttam. És inkább olyan rutinom van, hogy... Tehát nem ijedek meg a látványtól, mert ilyet már láttam. Köszönjük szépen! Hát a kiszállás sem egyszerű. A beszállás sem volt az. De azt hiszem, a kiszállás az még durvább. Köszönjük szépen! Szia! Hát kedves nézőink, a Monostori erődben akár ilyen különleges autókkal is, ilyen egyedi akadályokkal is találkozhattak a látogatók. Még mondják, hogy a hölgyek nem tudnak vezetni. Botán túl! Hát nem mondom, hogy mindennapos már ez a dolog, amit most látunk itt nálad, de még mindig nagyon-nagyon különlegesnek számít. Mi a pontos hivatalos neve ennek a... Hivatalos nevet Ördögbotnak hívják. Ördögbot, így van. Hát nem tudom, ez egy ügyességi játék, eléggé készségfejlesztő. Igazság szerint annyi a titka az egésznek, hogy szilikonnal vannak bevonva a botok, és így tapadnak a másikhoz. Azon kívül végül is semmi más, csak a gravitáció szükséges hozzá. Zsonglőrködésre vevők a hölgyek? Lehet csajozni ezzel a dologgal? Előfordul, igen, hogy néhány leányzó egy kicsit bejön nekik ez a kis, hogy mondjam, tehát ilyen kis magány az egész járat. Ördögbot. Igen. Milyen nagyvároshoz van közel Százhalombatta? Én nem tudom. Komárom. Debrecen. Komárom. Debrecen. Szerintem is Debrecen. Budapest. Azta. Na hát akkor legalább egy dologgal többet tudunk most már. Bautendu! Nagyon érdekes és különleges kutyust sétáltatnak. Hogy hívják a kis kedves ölebet? Lea. Lea. És ő milyen
Milyen fajtájuk? Egy kínai kopaszkutya. A Harlines fajtából, szóval nem teljesen kopasz, van szőre, csak hát attól függ, hogy hogy nyírjuk, olyan fajta lesz belőle. Mennyi idős? Egy éves. Kis hol csajt találtak rá? Ezt Érdről hoztuk. Nézzék a Battán túl! Lufit hajtogatok gyerekeknek. Na, hajtogass nekünk valami különlegeset. Mi legyen a lufiból? Figyelj, tudok kutyát. Legyen olajfinomító. Hát olajfinomítót azt most itt nem tudok összehozni, de majdnem. Erőmű. Erőmű sem megy. Akkor valami egyszerűbb. Cica, tigris, oroszlán, méhecske, zsiráf, elefánt, meg ilyesmi állatkák. Hát a zsiráf motivum már szerepelt a műsorban, legyen oroszlán. Oroszlán. Biztos, tigris inkább, én nekem a tigris kedvencem. Tigris, akkor a tigris, tigris. Sárgából. Az jó. Fekete csikokkal. Úgy az igazi. Azt hittem, hogy a csíkok is lufiból lesznek. Hát nem, az bonyolult lenne itt most megcsinálni, meg hosszadalmas is. De meg lehet amúgy úgy van ilyen 3-4 lufis tigris is. Bottan túl. Keresünk gazdit nekik. Rex Manhájról. Gazdit keresünk nekik. Hogy hívják a kutyust? Sába. És téged? Szandi. Hány kutyust visztek most itt körbe a területen? Hát 20 kutyusunk van kint, a kicsik azok a kenelbe vannak, nagyokat sétáltatjuk, úgy egy 5-6 kutyus sétál kint. Gazdi kerestetik akció, az mennyire szokott általában sikeres lenni? Nagy részben, most is már 4 kutyust elvittek tőlünk, kicsiket is, nagyokat is. Nézzék a Battán túlt! Battán túl! Észak-Komáromban a rendezvény centrum a Klapka téren található, és stábunk is ezt kereste, azonban elvétettünk egy keresztszerződést, és itt is nagyon sok érdekességbe botlottunk, ha lehet így mondani. De a mögöttem látható daruk nagyon különlegesek, amelyek egyébként a mai napig működnek, és díszeleg rajtuk a GANZ felirat. Szerintem jó néhány évtizeddel ezelőtt gördültek le a gyártósorról, és még mindig működnek a kikötőben. No, eddig a kis kitérő, és akkor most irány a Klapka tér, ahol többek között sörivó verseny, karaoke verseny, és nem utolsó sorban Irigy Hó Nagy Mirigy koncert lesz. Sikerrel jártunk, akárcsak a vadász úr mellettem, aki nyulat, illetve fácánokat is elejtett annak idején, mostanra viszont megkövült itt a Klapka tér közelében. Óriási a forgatag Észak-Komáromban is, úgyhogy most el is vegyülünk, jöjjenek velünk! Felé van Szekszárd egyáltalán, mit akar? Mert Szekszárd azt tudjuk, de Szekszárd? 1895-ig így íródott hivatalosan, ez egy régi írás használat, sőt Szögzárnak, ugyanúgy, ahogy a Szöged vagy Szeged G-vel íródott, és később lett Szekszárd egy bő 100 évvel ezelőtt. Ez nekem egy védett emblémám a régies írásmóddal. Ez a Tour de Dúzsi? Hát én bicikli versenyző voltam, és onnan egy ilyen, hogy mondjam, jó italú, nem magas árfekvésű vörös bort akar. Ami most érmes, ez Kámba volt, tehát Dél-Franciaországban a világ legnagyobb rozé versenyen kapott érmet. Most a bicikli versenyzésből hogyan következett a bortermelés?
hogy mondjam, én végzettségileg kertész vagyok középiskolában, főiskolán, és hát mellette bicikliztem, szóval nem profi biciklis voltam. De voltam valamikor annak idején régen, itt Dubnicán volt egy verseny, a Trencsény környékén, azon én indultam egy-két. Még akkor a nagy, két nagy lengyel, nagy kutya volt, a Szurkovszki meg a Sozda, én azokkal még versenyeztem. Na, ők a mezőny elején, én meg a végén, de az egy mezőnybe mentünk. Pattantunk. Nézzék a műsorunkat. Merre felé jártál itt a Klapka téren? Milyen programokon vettél eddig részt? Csak most délután kimentünk, úgyhogy Bor utcába voltunk. Ez volt összes eddig. És ott fogyasztottál is valami? Egy picit, igen. Hogy ízlett? Finomak voltak a borok. Nagyon szép itt a Klapka tér és környéke, le a kalappal, nagyon barátságos környék. Milyen gyakran fordulsz itt meg ezen a területen? Naponta járok ide. Naponta, mert hát sétálok a babával. Mennyi idős? 12 hetes. Hát ő nagyon fiatal. Kisfiú, kislány? Kisfiú. És hogy hívják? Péter József. És mi lesz belőle, ha nagy lesz? Focista. Már megvan? Már biztos. Apukája is focibíró, úgyhogy muszáj, hogy focista legyen. Focibíró az édesapja. Az mennyire nehéz munka errefelé focibírónak lenni? Hát szerintem nehéz. Nehéz. Támogatni kell? Muszáj, persze. Mennyire szokott ideges lenni egy meccs után? Melyikre sestra bisuna, horre hrogyi! Botantu? No. Botantu. Botantu? Botán? Oké. Okay. So. Botantu. Botantu. Folyamatosan kivágjátok, mindent kivágtok. Nem vágunk ki semmit, mondd bátran. Mondd, amit szeretnél. Ja, szintetlenül szeretném kérni a Lédegagát, vagy mit? Nem, ez nem olyan. Mi nem Viva TV vagyunk. Mondj valami komoly üzenetet a nézőknek. Szlovákoknak, magyaroknak egyaránt. Az üzenet az, hogy mértékletesség, kérem. Igen, te is ennek a híve vagy, ezt látjuk. Nem alkoholban, szeretetben. Hány éves vagy? 7. Az mit jelent, hogy már iskolás vagy? Már iskolás vagy. Hányadikos? Elsős. Hogy megy a tanulás? Jól. Bővebben? Hányasokat kapsz általában? Egyeseket. Pedagógusok vagyunk, tanítunk. Itt az ötös vagy az egyes? Mi a jó jegy Szlovákiában? Mert Magyarországon az ötös a jó, egyes a rossz. Itt mi újság ezzel kapcsolatban? Itt pont fordítva, itt az egyes a jó, ötös pedig a rossz. Mióta ismerik egy? Mióta? Hát már az már jó pár éve. 1950-től. Az igen, hát ez egy régi barátság. Hát honnan ismerik egymást? Mi? Komáromiak vagyunk azért. Komáromiak, hajógyárba dolgoztunk mind a ketten. Milyen itt élni? Mit mondjak? Nem a legrosszabb. Nem. Mi még vagyunk egyenlőre itt. Még vagyunk. Nem, ez itten olyan, hogy valami problémák volna egyenlőre itten nincsen. Itt nincsen. Komárom... Politikára gondolunk. Nincs semmiféle itten torlódás. Semmi surlódás, nem is volt. Miért ez a nagy fényképezőgép? Mi akcím, hogy itt lesz tulajdon fotografickó mellett. Tehát a punkot nyomunk, ami a punk megtévesztő egy kicsit, mert azért dallamosabb, mint az általában a... De azért keményen, pörgősen nyomjuk, kicsit torzított gitára, de hát a hegedű ugye, ami Zsáhida és Zsuzsika képvisel, nem mondta el, és a fuvola az így behozza egy kicsit ezt a... Képvisel az autentikus vonalat. Igen. A fuvolával együtt. Mikor és hol fogott meg titeket ez a stílus? Hogy mikor megszülettem, már akkor megfogott az ír stílus. Engem már azelőtt, hogy megszülettem volna, de én ezt egy kicsit hülyén hangzik, de én úgy érzem, hogy arrafele már éltem valamikor. Mi vagyunk a Fölkin, nézzétek a Battántúlt! Észak és Dél-Komáromra elsősorban az mondható el, hogy az utóbbi időben talán újra egymásra találtunk, ami szerintem egy tök jó dolog. Az, hogy valahol fölfogtuk, hogy mi régen egy város voltunk, és ugyan 1920-ban külön váltunk, ennek ellenére most, mintha újra megtanulnánk együtt gondolkodni. Hát
ezt támasztják alá a közös rendezvények is, ami egyebek mellett a Komáromi Napok rendezvénysorozata, ami lehet, hogy kevesen tudják, de majdnem 250 programot ölel fel így együttesen a Duna két partján, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Fájó szívvel mondom, most sajnos mindezek ellenére még mindig vannak Dél-Komáromban olyan emberek, akik hát azt szokták mondani, hogy menjünk át a szlovákokhoz például tankolni, adott esetben, hogyha olcsóbb a benzin, vagy ilyesmi. Tehát még igazából nem tudatosult bennük az, hogy hát max szlovákiaiak vannak itt, de nem szlovákok. Tehát Szlovákiában élő magyarok és Szlovákiában élő szlovákok, akiket ugyanúgy tisztelünk, ha jó emberek, mint bármilyen más jó embert, úgyhogy igazából köztünk nincs viszálykodás egyáltalán. Mi vagyunk itt nagyon sokan magyarok, szlovák állampolgárok vagyunk, mert hát mi ide születtünk, ugye mi nem így költöztünk ide, vagy jöttünk ide, vagy kitelepítettek, mi igenis mi itt vagyunk itthon. Itt vagyunk itthon, úgyhogy mi szlovák állampolgárként, de mint magyarok élünk itt Szlovákiában, Dél-Szlovákiában. Én személy szerint én Bodrog közből származom, és a főiskola után kerültem ide a feleségem révén, mint pedagógus. A jó napot kívánok, az hogy van? Az dobrý deň. Jó étvágyat? Dobrú chuť. Szervusztok, magyarok? Ahogy a magyarok. Dobrý deň, nie, vítajte. Szerbusztok az... Szerbusztok, vítajte! Vítajte magyar illetek, most... A mi műsorunk címe az, hogy Battántúl, Százhalombattáról jöttünk. Százhalombattán jártak már valaha? Leártunk. De tudunk is róla, még jártam is ott. Mikor tetszett ott járni? Már jó régen, de sofőrködtem valamikor, hivatásos sofőr voltam, és jártam. Kinek tetszett a sofőr jelen? A Grozetba, itt nálunk a cég, egy cégnél. És akkor jártak Battára? És jártunk. És mit látott Battán? Nagyon szépek. Voltunk azok a helyeken is, ahol szóval fejesekkel jártam, olyan igazgatókkal, és akkor azokkal megnéztük olyan helyeket, és elvittek múzeumba bennünket. Battán túl! Zabattó! Mindig jó a bulit Komáromban? Nem mindig, de legtöbbször jó. Igen. Melyik volt a legjobb buli? Most. Szerintem most van a legjobb buli. Ez igen, van, most. Igen, ezen a héten volt a legjobb buli. Battántúl! Örömes jöttem ide, úgyhogy meg kellett mutatni, hogy mi a zene, úgyhogy mi a Rhythm and Blues, és nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek, jó sokan voltak, jó volt a hangulat, én nagyon jól éreztem magam, úgyhogy azért is játszottunk ilyen sokat. Hihetetlen kirobbanó erő van önben, ez minek köszönhető? Szeretni kell ezt az egészet, amit az ember csinál. Melyik a kedvenc települése? Településem Kőbány. Nagyon-nagyon szépen kérünk benneteket, hogy nézzétek a Battántúlt! 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 Milyen volt a mai buli? Hogy éreztétek magatok? Nagyon jól éreztük magunkat. Utoljára körülbelül csodálatos műszert kapott arra. Utoljára azt hiszem 2006-ban voltunk itt, és akkor is nagyon jó volt a buli, szerintem talán még jobb volt. Még talán sokkal többen voltak, nem is láttuk a végét, annyian voltak a téren. És ha Feri nem jött volna, akkor lett volna igazán jó. Hát sajnos itt voltam, úgyhogy egy kicsit elszúrtam. Milyen műszert kaptál? Kaptam egy szívecskét. Egy ilyet. Zenélő szívet. Beszélő szív. Melyik a kedvenc városaitok? Én vagyok a kedvence. Mármint város. Ja, város. Városokra, Szlovákiában, Komárnóban mindig szívesen jövünk. Egyébként nincs ilyen, hogy kedvenc városunk, szerintem akárhol megyünk, igyekszünk a legjobb műsort adni, de mondjuk tényleg, hogy a Feri mondta itt, amikor legutóbb is voltunk, akkor is nagyon jó volt a hangulat. Úgyhogy ide mindenféleképpen szeretünk jönni. Mi Százhalombattáról érkeztünk, ott mikor fordultatok meg utoljára? Nem olyan meg. Hát nem is olyan régen, igen. Nem olyan régen, mert nem. 3 éve is. Nem. Hát tavaly voltunk. Ismerősötök van Százhalombattán? Ha van egy pár. Ha van egy kettő. Régen például a Sing Sing zenekar ugye battai ihlető vagy illetőségűek voltak, és az Ancsarnoki Antik például ismerjük Battáról, olyannyira, hogy a zenekarunkban is szakadt fellépegetni a lépcsőre.
Én például nekem az Antitó van a kutyám. Azok a kutyád battai születésű. A kutyám battai születésű például, echte battai. Mióta vágytál erre a közös fotóra? Mióta, amióta megszülettem. Komolyan. Ez volt nagy álom. Ez komolyan nagy álmom volt. De amúgy meg várunk arra a kettőre még ott. Vele is egy közös fotó? Persze, hogy egy közös vacsora. Elég sok rajongó vett titeket körül. Gondolom, hogy ez nem egyedi történet. Fizetett statiszták voltak. Őket maguk. És mind battai volt. Meg kell szokni. Mi lesz a következő megdobás? Olyan megdobás. Baktántó. Baktántó. Direkt csinálja. Mi lesz a következő megdobás? A következő megdobás. December 29-én lesz egy 20 éves zenekarnak, és akkor ünnepünk a Budapest Sportcsarnokban. Baktántó.